Sziasztok, nevem Gábor Lázs, és éppen itt München felett vagyunk, és ahogy éppen felveszem a kamerát, ez igazából nem olyan normálisnak nevezném, mivel hogy 360 fokban ez az első, egyik első videó, amit így felveszek. Már a Ricoh-nak a tettel kamerával is próbálkoztam egy kicsit, már a harmadik generációban árulják. A Samsung is most beszállt a játékba, és nekik van egyenlőre a legjobb, egyik legjobb 360 fokos kamerájuk, mivel 4K-ban tud felvenni videót, az LG például csak 2K-ban, egy kicsit nagyobb is ezáltal a kamera, és mindjárt meg is mutatom nektek úgy, hogy az egyik oldalt én beszélek, a másik oldalt még látjátok a terméket, vagyis ideálisan ki tudjuk használni ezt a 360 fokos technológiát, és a háttérben még látjátok mindjárt is a szép kilátását. Vagy látjátok, majd leraktam itt egy ilyen 360 fokos kamerát, amit ma Barcelonában bemutatott igazából a Samsung, vagyis meg is tudom nektek még egyszer mutatni szép háttérrel, és persze olyan minőségben, ahogy elvárjátok még hozzá 4K-ban itt a YouTube csatornánkon. Ahogy látjátok, itt van oda benne a kis aksia, amit amúgy simán ki lehet venni, hogyha ki akarjátok cserélni gyorsan action kamera felhasználók, ezt imádják a GoPro-nál és még más gyártóknál is, hogy egyszerűen gyorsan lehet egy új aksit belerakni, nem kell megvárni, hogy feltöltődjön, persze simán micro SD-vel is fel lehet tölteni, és az adatokat át is lehet húzni. Az adatokat egy micro SD kártyán szévelít le, akár a Samsungnak a 256-os gigás micro SD-et is lehet itt használni. És ami nekem különlegesség még persze ez a készlékkel, hogy komplett le van zárva víz ellen, vagyis ugyanúgy, mint az S7, ezt is akár egy méterig azt víz alá is lehetne vinni, vagy hogyha én például most elkezden esni az eső, mert látjuk, hogy van néhány szürke felhő, és akkor persze esőben is lehetne használni. NFC-vel könnyű csatlakozni a készlék, tehát a sajnos csak Samsung Galaxy S6, S7 készlékeken működik, Note 5-öt is, hogyha vettetek egy olyat külföldről, is felhasználhatok. Van egy pár LED rajta itt ezen az oldalon, hogy világít majd, meg persze egy mikrofonja is, az éppen felveszi ezt a felvételt, amit komplet csak a kamerával veszek fel, a külső mobilomat nem is használom hozzá. Itt lehet majd ki is bekapcsolni, és a menüben visszavenni, itt meg könnyen lehet majd konnektálni, hogyha nem NFC-vel akarunk rácsatlakozni a kis menü és Bluetooth gombbal, és a tetején meg persze van egy piros gombunk, plusz egy kis display, amit hogyha megnyomom a gombot, akkor itt mindjárt ki is jön nekünk az, hogy bekapcsol, hogyha röviden hosszan nyomom meg, akkor csinálj egy kis hangot, és mutatja nekünk éppen a fotomóduszban, mondjuk a 4700 és 3 képet tudunk még itt csinálni a 64 GB-es microSD-nkre, amire már csináltunk pár felvételt is. Látjátok, mennyire van feltöltve a kamera is igazából, és itt a piros LED mutatja amúgy azt is, hogy most például elkezdhetné a videókat felvenni, de amúgy ki is lehet kapcsolni komplet mindegyik LED-et a készléken, vagyis ez is eléggé kellemes. Itt látjátok, hogy van egy kis piros vagy kék LED, ami azt mutatja, hogy már működik a készlék, és minden oldalán látok mikrofont, itt is van egy mikrofon, és ez itt már egy hangszóró lesz, úgyhogy tényleg nagyon szép.